Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. A Szentmisét elhunyt Béla lelki üdvért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk az Úr szent titkainak ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsáról. Így szólt az Úr: kelj fel és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házába, és íme az éppen dolgozott a korongon. Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. Akkor így hangzott az Úr igéje hozzám: vajon nem tehetek én is úgy veletek, Izrael háza, mint az agyag edénnyel tett ez a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Dicsérjed lelkem az Urat, az Urat dicsérem, amíg élek. Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülnek kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok,
a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erről így folytatta, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az imént hallott részben mennyek országáról hallhatunk egy hasonlatot, amely arra irányítja a figyelmünket, hogy ez egy egyetemes dolog lesz, az egész világra kiható dolog. Kivetik a hálót, és az mindenféle halat összefog. Minden halat össze fog gyűjteni. És aztán kiválogatják a javát, és a hitványát elválasztják egymástól, és mindenki a megfelelő helyre kerül. És hát, kedves testvérek, most mi vagyunk ezek a halak, akik úszkálunk itt a világban, és aztán egyszer csak jön a világ vége, amikor hát valahova kerülni fogunk, vagy a javak közé, vagy a hitványa közé. És most, ami még itt a Földön élünk, még van rá alkalmunk, van rá lehetőségünk, van rá erőnk és akaratunk, hogy a java közé kerüljünk. És a mennyei Atya mindnyájunkat üdvözíteni akar, hiszen azért jött el Jézus is, azért adta értünk az ő életét, hogy nekünk is örök életünk legyen. És megadott minden szükséges eszközt ahhoz, hogy a java közé kerüljünk, amikor erre kerül a sor. Mert kedves testvérek, Jézus el fog jönni másodszor, lesz utolsó ítélet, amikor már nem lesz többé semmi sem homályban. És a kedves testvérek, akik egész életüket a Jóistennek szentelték, és betartották az ő törvényei, törekedtek arra, hogy szeretetben éljenek, nekik nincs nagyon mitől félniük. Hiszen akkor bízva remélhetünk abba, hogy a mennyei Atya a java közé fog bennünket sorolni, hiszen ő maga akar bennünket üdvözíteni. Nekünk nem kell más tennünk, csak hozzátenni a mi kis csekély szabad akaratunkat, értelmünket Jóisten szolgálatába állítani, hiszen Jézus is kérte tanítványait, hogy arról ismerje meg mindenkit, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és az a szeretet ez nem az érzelmekben, hanem a tettekben megnyilvánduló szeretet, amely fele barátainkat is arra indítja, hogy elkezdjék keresni az Istennek az országát. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, szent színed boldogító látását elhunyt Béla testvérünknek, akért ezt a szent misét felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei Atyánk! Hittel valljuk, hogy örök szereteteddel irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd. Add, hogy ez a szent áldozat kegyelmed erejével szentelje meg földi életünket, és vezessen el az örök boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik Krisztus, a mi Urunk által. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezess az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, György főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogonusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről. Az ő értemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd a rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyani szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itte valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, Béla szolgádról és szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis, bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az
Könyörögjünk! Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!